A DMC Luxury Tuning cég is beszáll az elektromos autók hangolásába, tuningolásába, és egy lélegzetelállító aerokészletet készített a vadonatúj Porsche Taycanhoz. Ahogy már a német tunerektől megszoktuk, minden alkatrész ultrakönnyű szénszálból készült a tuning csomagban. A tuning csomag hozzáteszi az agresszívabb és sportosabb megjelenést, ami a DMC egyedi aero csomagjának köszönhető a vadonatúj Taycan kupé számára. A piac már tele van elegáns, soft dizájnnal, amik mellett a düsseldorfi tuning cég egy GT3 stílusú tuning csomagot készített az elektromos Porschéhoz. A DMC a Lamborghini és McLaren lenyűgöző alkotásairól is ismert, amik után a Taycan csomag is megkapja a DMC DNS-t. A DMC gondosan kifejlesztett agresszív aerodinamikai megoldása az elektromos Porschéhoz, amihez a 3D technológiát és a szélcsatornás elemzést is használták. A projekthez használt szkenner hardware pontossága 0,4 mm és a WinFlow alagútban szimulálták. A tunerek még elvégezték a CFD számításokat is, hogy elemezzék a szárny viselkedését. A DMC alkatrészek vonalait az eredeti karosszéria figyelembevételével rajzolták egy olyan készlet létrehozásához, ami egyáltalán nem néz ki utángyártottnak. Az új aerodinamikai csomag egy első létrelő anyagból áll, amivel lecserélték a gyári alkatrészt, és ez folytatódik a Taycan oldalsó küszöbb szoknyáival, amik javítják a stabilitását. A fénypont azonban a vadonatúj hátsó szárny, ami önállóan is használható. Természetesen nem látható mindegyik alkatrészen, hogy szénszálból készült, de ezek a prepek szénszálból készültek. A bentfentesek tudják, hogy ez az anyagválasztás egyenrangú, ha nem is haladja meg az eredeti gyári minőségi specifikációkat. A DMC DNS-ében szerepel az autó eredeti szerkezetének megőrzése a termék történetének első napja óta, és ez az új DMC Taycannál sem más. Annak érdekében, hogy ne legyen szükség a gyári alkatrész átalakítására a DMC alkotott légterelőhöz, amely önmagában is használható szárnyként. De ha valaki úgy dönt, hogy a DMC Duct Spoilert szeretné használni, ami nagyobb GT Wing beállítást biztosít, ez sem jelent problémát. Az utóbbi légterelőnek saját aerodinamikai környezete van, amit a DMC mérnökei számítottak ki, ezért az eredeti Taycan légterelőt ki kell kapcsolni, ami annyit jelent, hogy az eredeti Porsche PV szoftvert a DMC módosítja, amit az ügyfelek csak a DMC-n keresztül érhetnek el, így garantáltan nem sérül az eredeti alkatrész. A DMC tuning csomag a különleges személyeknek készült, akik szeretnének kitűnni a tömegből egy igazán egyedülálló megjelenésű Taycannal. És mivel a Taycan modellek száma világszerte növekedik, ez biztosan különleges út lehet az ügyfelek számára a még egyedibb megjelenéshez. A Taycan a tuning csomagnak köszönhetően nagy valószínűséggel összetévezhető most már a Porsche GT3-mal vagy a Panamera Turbóval is. A DMC-nél itt még nem állt meg a cég saját Edizione GT részlege, ami a piaci határok nélküli alkatrészeket fejleszti, és elkészítették az első Taycan hátsó megvilágított emblémát. Az ügyfél kiválaszthatja, hogy a betűket Porsche-ként használja, vagy tetszőleges névre vagy matricára cseréli a Porsche betűit. A megvilágítás saját LED készlete oldották meg a DMC-nél. Végül, de nem utolsó sorban a DMC személyre szabott programot kínál a beltérhez, a csomag része a kormány, a középső panel és egyéb elemek egyedi szénszálas burkolata, amit az ügyfeleknek kérésre lecserélnek a gyáriról szénszálasra a DMC szakemberei, amiket kifejezetten a Taycan modellhez készítettek a DMC mérnökei, és a beltérben a kiválasztott bőr lehet szarvasmarha, krokodil vagy más egzotikus forrásból. Az aero csomag indulóára $5,990, ami körülbelül 1.876.040 forintnak felel meg, amit egészen $24,990-ig tudnak növelni az ügyfelek, ami körülbelül 7.829.576 forintnak felel meg. És attól függően, hogy még mivel egészítik ki az ügyfelek az alapcsomagot, például olyan elemekkel, mint a kovácsolt felnézet vagy a teljes belső átalakítás. Ha tetszett a videó, lájkold, iratkozz fel és kattints a kis csengőre, vagy látogass el a carsonroad.hu weboldalra, ahol még több cikket és tesztet találsz. A linkek megtalálhatók a videó leírásában.